sok. Három király mi vagyunk, lángos csillag ágy fölöttünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Jócska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Mennyhár király a nevem, segíts édes Istenem. Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok, úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél, benéztünk, hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék a féle földi király személye. Atya Isten, megváltó, megváltó, jöttünk meg országon. Főtt kolbászunk, mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat, hat marékkal, tömmént egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szeretsen királyt. Pirul, pirul, Mária, Mária, boldogságos kismama. És kéne szoktatni már. Kedves három király, jó éjszakát kívánok. Nagyon szépen köszönjük. Gyönyörű volt, gyertek. Megkérjük a fiatal embereket, hogy fáradjanak ide közébénk. Jó, egy szépen. Feladat lenne, egy koncertről kéne beszélgetni, az nem ér, hogy mindenki Juditot bámulja. Jó? Törődjük. De miért? Csak nyugodtan itt vagyunk. De törődjük a feladattal is. Ez a dal nem áll magában, nem hangzik el magában, és december 19-éről kell most mesélnünk. Na jó, lehet bámulni. A kongresszus központban lesz, ugye? Igen, a nagy koncert. Pontosan. Rengeteg fellépővel. Meséljétek el, kik lesznek ott? Hát mindenek ha már ez nem lenne így nekünk kellene. Mert én nem leszek ott, azért kérdezem, kik lesznek ott. Ezt én egyébként furcsálom. A Studio 11 zenekar fogja kísérni az egész előadást, és sok-sok kedves kolléga, mint például Kálmán Gyuri, Viki Dárjuszi, Varga Miklós, Kalapács Józsi, Takács Tomi, Szigeti Varga. Feri, Majsai Gábor. Majsai Gábor, igen. Ez a dal már klasszikusnak. Delusa John, Olaj Bolya. Tőle te is. Hosszú népsor. Rengetegen. Hogyne. Na és akkor most tisztázunk valamit, ha már én Kalapács Józsi rajongó voltam, vagyok és leszek. Mennyire szabad belenyúlni ebbe a karácsonyi dal, az nem műfaj. Ahogy ti megszólaltatjátok, az már lehet egyfajta stílus. Mennyire szabad belenyúlni? Tényleg rokkosan is akár? Hát, belefér. Én úgy gondolom, hogy bőven. Belefér? Persze. Bőven belefér, hiszen ez egy rock dal. Hát ez... Jó, de nem kell félni attól, hogy a kongresszusi központ leülünk gyönyörűen felöltözött hölgyek és urak. Mit kapnak? Hát általában ugye a névsorból kiderül, hogy kitől nagyjából mit várhatnak. Senki nem fogja megerőszakolni magát, és aki addig rockzenét énekelt, nem fog hip-hop karácsonyi dalokat, mármint a hip-hop műfajában előadott karácsonyi dalokat prezentálni, úgyhogy mindenkitől azt kapja a közönség, amit vár. Illetve hát azért azt tudjuk, hogy ugye a legszebb lassú, illetve lírai dalok, azok mind rockdalok. Hát, másképpen is lehet. Hát ezzel a hang típussal nem is lehet másképpen énekelni. Akármit énekel, akkor is ilyen a hangja, igaz? De hát ha csak például arra gondoltunk, ha van, akkor a nagy rock tenorok, az új rock tenorok csináltak, de az operisták,
operista tenorok annak idején populáris dalokat énekelnek, akkor miért ne állhatnánk mi is ahhoz közel ebben a műfajban, azt gondolom a legszebb dalok a populáris műfajban születtek. Könnyű találni, széles a repertoár? Hogyne, nagyon. Hát több mint 20-valahány dalt fogunk énekelni. Ha jól tudom, 28. 28 körül. Úgyhogy van bőven a repertoárban is, és ebben a műfajból is, de a klasszikus műfajból ugyanúgy merítünk, tehát kinek tetszése szerint. Nyilván a rendezőség dolga, illetve a producerek dolga, hogy úgy állít össze egy programot és egy dalsorrendet, hogy mindenkinek legyen valami szívhez szóló. És ott is van szívhez szólás? Tehát van olyan dal, ami személyes, és ez egy előrehozott saját karácsony akár? Egy mondatban tudnék válaszolni, nem biztos, hogy mindig karácsonyi dalt kell énekelni, mert benne van a karácsony szó. De ezzel kapcsolatot, hogy a szeretet, az ajándékozás, a hovatartozásunk, egyáltalán az, ami a család és a gyerekek közül és a karácsonnyal kapcsolatos érzésekről szól, az mind belefér egy ilyen repertoárba. Mondom személyesen, én például egy eredetileg Deep Purple feldolgozást, illetve magyarul megszólalott dalt fogok énekelni szólóban. És énekeljük a három királyokat. Hát azon kívül nincsen olyan előadó, aki életében egyszer ne csinált volna egy karácsonyi dalt. Én nekem is van karácsonyi repertoárom, de én most nem abból a karácsonyi repertoárból fogok énekelni, hanem valóban egy Bryan Adams notát, amelyik szintén nem mondható egy kristálytiszta hangszínnek, és egy nagyon-nagyon szőrös hangú fiatalember, és a Christmas Time című dala az annak idején világsiker volt. Személyes érintettség, György? Hát nekem, már megmondom őszintén, nekem az egy nagyon nagy dolog, illetve azt hiszem nekem ez az előkarácsony ajándékom, hogy ezzel a két úriemberrel együtt énekelhetem ezt a dalt, akiken gyakorlatilag felnőttem, és a mai napig nagy példaképeim. Úgyhogy hát nekem ez egy nagy egyébként álom. Egyébként a személyes karácsony, így az év vége marad idő? Gyerekkorom óta most van, hogy meg Jézuskának kellett írnom, hogy valahogy oldja meg a családnak a karácsony rendeket, mert hála Istennek elég elfogadtak vagyunk most azért a különböző fellépésekkel. De a hangulat már megvan. Az előhangulat megvan. Hát gyakorlatilag igen. És az olyan ajándékokat is gondolom mindenki már megvásárolta. Jézuska hozzá? Igen, jaj, de csacsi vagyok. Év vége. Sűrű? Időszak. Na most egy művész két esetben szokott panaszkodni, ha van munkája, vagy hogyha nincs munkája. Most hála jó Istennek az előző verzió működik az életemben, úgyhogy én már nagyon várom a január 1-jét, amikor egy kicsit le lehet pihenni. Tehát lesz addig még bőven feladat. Karácsony, szilveszter és így tovább. Nagyon szépen köszönöm a fiatal embereknek, hogy néha rám is néztek, illetve foglalkoztunk a koncerttel is, ami tehát december 19-én a Kongresszusi Központban lesz végighallgatható. Kívánunk minden jót, Whitefield nézőket. Viszont kívánunk mindenkinek boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt nektek is. És ezt megkaptuk. Kincses Enik.